Nos, köszöntünk újra mindenkit. Itt vagyunk. Ezért az előbbiért elnézést kérünk. Igen. Azt hittük, nem vagyunk adásban. Előfordul mindenkivel. Na, és azelőtt is négy percig mély drámákat folytattunk itt a színfalak mögött, úgyhogy kicsit meglettünk mi nagyon beleéltünk magunkat, de aztán, hogy nem volt hang, nem is tudtunk róla, de mi nyomtuk ezzel. Mi nyomtuk még legalább négy percig utána, miután de nem az, volt azt leadták amúgy, tehát, hogy látták, hogy tátulunk. A kép volt, igen, csak nem hallottatok. Reméljük, most hallottok minket most is, minden oké. Igen, szerintem is. Nos, de úgy látom, okézták a meccset, szóval szerintem mi is rendben vagyunk, úgyhogy mehet tovább akkor. Jeez, egyet nyert eddig, úgyhogy jöhet a következő. Jöhet a következő, yes. Nagyszegé. Na, hát nem tippelek. Hát nem raknak le semmit. Egyikük sem akar kezdeni. Nem. Megint! Megint! Hát ezt nem hiszem el. Komolyan. Egymás után most már negyedjére? Negyedjére vagy ötödjére látjuk. Hát? Negyedjére vagy igen, igen. Hát szép. Szép. Ezt nevezem. Nem, valahogy nem unja meg. Nem. Nem unja meg egyet. Nem. De hát ha működik. Figyelj, neki szerintem ez a... az erőssége, ez a de. Lehet. Lehet. Hát nagyon egyedi, az biztos. Hát kíváncsi vagyok, hogy most. A Dark Knight-nak tele van az elixir, és nem rak semmit. Érdekes deck-e egy, van egy neki. Olyan fél elixirnyit bukott emiatt. Hát igen, Flying Machine. Full ugyanez a deck. Full ugyanez a deck. Nem hiszem. Nos, hát... az meghalt, az a... az a mi ez? Nem a barb, hát... az hogy a mi gobi, az? Hát, gobi, hát. Nem jutok eszembe a szavak. Én meg inkább csak figyelek, hogy eszembe jusson nekem is. Csak én így figyelek, hogy... aha. Én meg így... ja. Ez jó? Na, hát Royal Ghost. Royal Ghost, de azért... Ilyen gárdzokat rakott le hátulra, mert nem volt jobb ötlete igazából. Az a Flying Machine-je Dark Knight-nak az nagyon arat igazából. Hát most a kegyetlen sok sebzésbe viszi, és meg se kell mozdulni. Igen, konkrétan, és nem éri el a torony. Hát ez nem igaz. Nagyon vicces. És ott dobálja egy Spear Goblin, azért ez nem túl nagy karrier neki. Nem. És be is targetett. Nem! A Zep miatt nem. Ugye Zep volt ez. Gólem! Nos, azt kell mondjam, hogy hiába van Jazznek, két épülete, de Dark Knight most óriási elixir előnyben van, az a Flying Machine miatt. Tehát, hát az leszedett legalább 4-5 barbárt. Hát meg a Spear Goblinokat, meg mindenkit. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fogja kivédeni. Ráadásul a gólem a toronyra fog menni, ugyanis nincs ott semmilyen épület előtte. És viszont ott a Defensive Poison az egy nagyon jó taktika igazából, mert a Night Witch-et az teljesen... Most viszont kapott rendesen. Megoli. Kapott hát rendesen. Igen, hiába halt meg a Night Witch, a Flying Machine pedig majdnem betergetett egymás a tornyot, de ehet egymás szétlőtték, hát igen. Ez most neki fájt. Igen, ez fájt. Egyre még nem tudott hozzáérni az ellenfele tornyához, de... arra gondolt Dark Knight, hogy ő is hoz egy lassabb felépítési decket, ami meg még inkább hát igen, azért végigér. Itt, na figyeld ezt a Cannon Card Royal Ghost kombinációt. Hát és... figyelj. Hát nem működött rosszul, de nem ment vele semmire igazából. Nem, ráadásul megint komolyan. Ott megy a gólem. Viszont ez arra volt jó, hogy elkölcsön egy csomó elixírt a Dark Knight jobb oldalt, hogy ne tudja annyira szupportolni a gólemet. Pont rátargetett, mivel a Royal Ghost láthatatlan tudja, akkor nem lövi a torony. Ez 800 élet. Elveszett egy csomó életet. Viszont csak egy tornyot kell elrombolni. Most ez az első meccs, amiben azt látom, hogy jeez. Igen. Viszont ez még nem jelent semmit, tehát most léptünk át overtime-ba. Igen, igazából egy torony is elég lenne a sikerhez neki. Pontosan. Csak oda nagyon érdekes deck van. Látod, hogy hiába a bal oldalt támadta eddig, most átadott jobb oldalra, mert azt a tornyát meg kell védeni. Hát igen, de... mind a két tornyának kevés élete van, ez nem jó. Én nekem is ez most igazából, ami felmerült, hogy ezzel a gólemmel mindig odaér éppen. Igen, és már csak a gólem is odaér és felrobban, az már önmagában 300 damage. Igen, meg ugye még van Dark Knight-nek egy utolsó kártya, amit nem látunk. Tehát már remélem egy jó kis raket. Nem, az van Poison, nem hiszem, hogy Rocky. Mondjuk, én láttam, hogy Poison, Poison és Rocky. De nem mondj ilyet, hogy nem láttam, mert lehet, hogy most fogsz. Viszont gyönyörűen átküldte a ez nem volt rossz, ez a defense. Na, ez már védekezés. Nagyon szép volt. Cannon Card az nagyon dupla minimális hasznú. Viszont... ugye átvált épületbe, hogyha lerombolódik, előtte viszont egy egység. Ez igen. Mi másról mondható el? Hát szerintem nincs is ilyen egység még egy játék. Hát igen, milyen más játékban sem nagyon igazából szerintem. Nem. Az a két Flying Machine. Mi wow. Van? Úristen! Ójaj. Úristen! Ójaj. Úristen! Mi van? 209! Mi ez a meccs? Úristen! Ne! Hát ez nagyon durva volt. Erre nem számítottam. Végig Dark Knight uralta, és egy push full életről nullára levitte. Sokkalat vagyok.
Ez most komolyan? Ez nagyon kemény volt. Tele életből így, ahogy van. Ez. Elúszott a torony. Nagyon durva volt. Ez. Hú. Hát na, én erre mindenre számítottam, a két flying machine, és bejött a Canon kárt is. Ami gyönyörűen pont odaért, mert a Royagos láthatatlan volt, és mindhárom. Itt rosszul ment, hogy a Royagos láthatatlan volt, hiába zepet, az se volt elég, folytatták a lövést. Nagyon szép volt a G-sta. És valaki Patrick Bomb Towers-ként. Ez biztos, hogy miattunk troll. Van. Köszönjük szépen. Troll, igen. Biztos, hogy troll. Igen, és akkor jöhet folytatom is a következő. Ez beteg. Nos, hát... Nem tudom, lesz-e bármi változtatás. Kíváncsi leszek, hogy jeez, most már... Amúgy Dark Knight nem volt messze a győzelemtől. Nem. Tényleg nem. És hát ezt komolyan gondoltam, ugye ezt a... Nagyon komolyan gondolta ezt. Hihetetlen. Hát ez szemüszem el. Én szerintem egy meccset nem tudnék ezzel a dekkel nyerni. Á. Nagyon... Jeezen kívül bárki más nyer ezzel egy meccs. Hát erre kíváncsi vagyok. Főleg ilyen komolyabb challenge-es dologba. Igen. Most ezzel elmész a Classic Challenge-et, ott bedobhat olyan emberek ellen, akik így fogalmuk sincs a játékról. Akkor már 8-asba vagyunk. Hát ezt nem mondod. Na. Reggel nekem azt mondják, hogy egy ilyen dekkel lesznek döntő közelben. Én nem mertem volna tétteket tenni. Én sem. Azaz egy Spear Goblin látod, mi az leszett volt. Az leszett a Inferno Dragon, ez nagyon jó volt. És még mindig él. Most már meghalt. És nézd, úgy le tudja a Flying Machine snipe-olni a Goblin hátat, hogy nem targett el be egy torony sem. És gyönyörűen visszahozza 3 elixírből az 5 elixíres torony. Szép. És le kellett rakni egy védekező mellett, az a Flying Machine az fájni fog, ha de nem rakja semmi. De az hagyján, ráadásul a bal oldalon mentek előre a barbárok, és a Flying Machine ugyanúgy tudott lőni középen. Tovább. Igen, hát az... Nézd meg, figyelj, hogyha az meg lesz az a Inferno Dragon, akkor ez a push, ez viszont elég király lesz. G-szemára. És Poisonnel próbálkozik Dark Knight védekezni. De azért a torony az arra nem figyelt. Ez kemény volt. Most hát itt most már az elején uralja a meccset igazából. Itt megint azt látjuk. Igen. Durva. Nagyon uralja mindig ezeket a meccseket. Szép. Jól játszik nagyon. Nagyon. Viszont van még két kártya, mint Dark Knightnál, amit nem mutatott meg. Most nem mutatta még szerintem meg. G-znél 3 van, de ugye azt tudjuk, mert tudjuk. Eddig mindig ugyanazt a decket használta. Royagos, igen. Az egyik. És mi a többi? Guards. És... Még van egy, majd mindjárt kiderül megint. Mega Knight. Annyi meccset játszott. Persze, az előbbi győztesünk. Persze. Igen. Hát meg 1025 volt. Élet, az igazából 3 poison meg egyszerűen kétszer. Egyszerűen mindent megfog a srác, amennyire kell azért meg. Volt egy Mega Knight az ellenfélek. Hol a Mega Knight? Sehol nincs. Eltűnt, meghalt, kész. Volt nincs. Hello, szia. Ráadásul ott fut 2, és a Canon kárt meg beállt védekező módba. Tehát azt fogja először kapni. Igen. A pofú. 900 élet. Azért látszik, hogy nyomja a poisonokat, mert fontos, mert akár úgy is megjelenti a meccset, hogy a Spear Gominak párat eldobnak, ő rádob egy poisont, egy-kettőt és kész. Mert látom, már csak 600 élete van. Szerintem ez a meccs is eldőlt. Azt kell, hogy mondjam. Nem szólom el magamat, mert az előbb is olyan fordítást láttunk. Ez most micsoda? Ez a becces? Nem tudom. Van zápja, szóval nem értem. Nem fog most rá használni zepet. Uha! Inkább mondjuk azért? Hát az egy picit előbb is használta volna, de lehet, hogy cyclözte. Igen. Kipörgette a kártyákat egymás után. Már csak 500. 500. Viszont 1200 az nem annyira sok. Most? És nézd meg, a Spear Goblinok azok közben dolgoznak bal oldalt. Szóval az is fontos. Igen, egy jó kis támogatást nyújtanak a barbároknak, akik pedig tökéletes. Előviszik. Két poisonra vagyunk poison. A nyereségtől. Két poison, az már nem olyan sok. Hát igen. Érkezik a Canon kárt, meg ugye közben ráadásul ott vannak a... Vagy egy poison képzel. Igen. Azt vagy nem. Az... Hát... nem Na. Tudom, mennyit sebb ez az 70-80? Hát... 50. Ez bizony már... Most gyengítették le, az a baj, nem tudom, a régi értékeket tudtam, de régi most változtattál meg. A Fly Machine, nem, lerakja az Infiragon, de szerintem itt már elkerülhetetlen az, ami meg fog történni. Szép. Mondjuk az a Miner... Miner és a szép, de azt már nem hagyom. Pont nem, Zep, gyerünk! Elképesztő, 121 HP, egy poison. Jó. Ennyi. 3-0-ra elvertem. 3-0. Ez nagyon kemény. A Best of 5-ba 3-0-ra úgy, hogy mind a háromszor ugyanazzal a deckkel, ez kemény. Ilyet azért még nagy döntőkön se szoktam látni. Én sem nagyon. Elképesztő ez a srác. Gratulálok. Ennyi tudok mondani. Te ott vagy a 2 hét múlvani középdöntőben. Igen, ő már középdöntős. Ez már tuti fix. Gratulálok. Biztosan állíthat.